Boldog Tamás a Kisvárda új edzője, csak úgy, mint ősszel, most is edzőváltás után játszik a hazai csapat a Kaposvárral. Akkor Dajka László váltotta Mirjucát és bejött a csere, hiszen 2-0-ra nyert a Várda. Most az új edző Boldog Tamás bízik a hasonló bemutatkozásban. 4 helyen változtatotta a szerdai fordulóhoz képest a kezdőn az új mester. A sereghajtó Kaposvár szempontjából az egyik utolsó szalmaszál lehet a mai meccs. Szerdán a közvetlen rivális Pakstól 3-0-ra kikapott, és ha itt is veszít, még jobban leszakadhat a bennmaradó helyen álló csapatoktól. Itt 3 helyen változott a kezdő, Fodor és Zsiga taktikai okokból maradt ki, Ádám Martinnak pedig ma született meg a gyermeke. Lapos, visszakerül Nagyhoz, egyből visszaemeli, nincs les, Dombó jön a kapujából és elöklözi, de üres a kapu, és így vezet a Kaposvár. Hegedűs góljával, egy nagyon szemfüres fejes góllal vezet a vendégegyüttes. Na itt van még egyszer, ez ártatlannak tűnik ez a felévelés. Itt jön Dombó, és pont úgy üti, hogy Hegedűsnek fejre. Rozáv tovább, rossz helyre, az úgy Csikinek jó, Csiki is szűkentette, Hadaró aztán pont Csiki helyére, Berios. Ez jó, Melnyik, Szaszával, na, 4-3-ban mehet a Kisvárda, Szaszá vissza Melnyikhez, Melnyik éles szögből, rálövi gól, egyenlít a Kisvárda villámgyorsan a 34. percben a jobb hátvéd Melnyik góljával. Itt látjuk, ebből a jobb oldali támadásból lett aztán Melnyik gólja. Éles szögből is nagyon pontosan lő. Ene. De Waltner Róbert pedig azt mondta, egy nappal hamarabb elindult a Kaposvár, ugye nagyon sokat kellett utazniuk, már tegnap megérkeztek, hogy az utazás az nyilván nem egy olyan tényező, ami pozitívan befolyásolja majd a mérkőzést, hiszen nagyon fárasztó lehet, nézzük közben Bumbát, már bent a 16-oson belül, a kipattanót még el lehet lőni, Melnyik most nem vállalta, Lukász, ő elvállalja, megpattan is a felső lét. Végül így lett igazán veszélyes, hogy megpattant Lukász lövése, Bumba közben szép szóló, Melnyik inkább lekészítette Lukásznak, Lukász pedig távolról is megpróbálta. 3-1 a szögletarány. Csúsztatás nem jó, a kipattanót viszont nagyon berúgja a kapuba. Nagy János. Ugye a lövésnél ott Hegedűs a kapu előtt helyezkedik, de van mögötte játékos, tehát nem lehet azt mondani, hogy zavarta volna Dombót. Óriási gól, szép gól, ezzel vezette át a Kaposvár ismételten. Nagy János nevéhez méltóan nagy gólt lőtt. Balázs kibogarásza, nem volt szabálytalan, Balázs viheti még, mellettem egy Csiki. Csiki még a bepassz, Dombó, és nem ér oda Nagy Rihárd. Cukalász. Lukász megint egyre többször hallani egyébként elégedetlen morajt a lelátóról, a hazai közönségtől. Grozáv lövő helyzetben, Grozáv tologat még rajta, most lövi el, nem sokkal mellé. Györgye Grozáv végre megvillant, de hát tőle azért ezt sűrűbben szeretnék itt látni. De most nézzük meg a cserét, Tischler érkezik tehát. Méghozzá Kovács Réti helyére, tehát nem Vianát cseréli le Boldog Tamás, hanem által két csatáros játékra. És jön a vendégeknél is egy csere. 9-es számmal Tischler Patrik folytatja a játékot. A vendégeknél pedig Fodor fog beállni. Hadarót váltja, ott posztra cserélnek, tehát a bal bekket kell lecserélni. Az új szabály szerint nem kell a félpályánál elhagyni a pályát, bárhol le lehet menni, sőt a legközelebb lévő vonalnál kell elhagyni a játékteret. Minél gyorsabb legyen a csere, ez mindenképp jót tesz, azt gondolom. Protics közben,
Jó a beadás, ott a fejes, egyenlít a Kisvár, a Tischler beáll és első labda érintéséből kiegyenlít. Hát ha valamihez ehhez ért igazán Tischler Patrik. Megint viszonylag hamar megjön a válasz, itt van Tischler, teljesen tisztán érkezik, nagyon jó ütemben, és kiválóan helyezi a fejest. Ezzel nem tudott mit kezdeni Pogačić. És Tischler öröme. Brozáv azért feljavult az ő játéka, és a második fél időben sokkal többször találkozik a labdával. Lukász, vagy Sasza, bocsánat. Cukalász. Megint Melnyiknek. Melnyik gyönyörű csellel, még egyszer megforgatja Csikit, aki el is esik. Jön a beadás, ott a csúsztatás, vezet a Kisvárda. Tischler érkezik megint. Hihetetlen belépő, szerintem nem is nagyon ért labdához az előző gólja óta. Itt van még egyszer. Csiki mellett egy testcsel, aztán le is ülteti gyakorlatilag, és ballal a beadást, Tischler pedig egészen közelről becsúsztatja. Bogdán Melnyik bekerül a kezdőbe is, egy góllal és egy gólpasszal bizonyítja, hogy neki ott helye van. Tischler szenzációs mellesleg ezekkel az érkezésekkel. Palics. Balázs Zsoltnak még jó lehet, benne a 16-oson belül, Ene nem is bántja. Inkább csak kísérgeti, saját magát hozta nehéz helyzetbe Balázs, de egy bedobás csak kihozott ebből. Nagy Rihárd, Palics. Az is jó lehet beadni. Élesen jön, Dombó nem jön ki, és egyenlít a Kaposvár. Fodor Marcell szintén a csereember. Itt van még egyszer, éles a beadás. Tehát így, hogy egy másfél, két méterre száll el a kapu előtt, felvetődik a kérdés, hogy a kapus vajon mit csinált. És az, hogy Sasza miért nem ért hozzá, átlépte és Fodorról bepattan gyakorlatilag. Lukász. Melnyik. Cukalász. Grozáv kéri el és fordul a kapuval szemben. Grozáv gyorsít rá. Grozáv még most dobja ki. Protics laposan. És ott a nincs, de ott a gól. Valahogy csak sikerül bekotorni Vianának. Elsőre nem, másodjára vagy harmadjára sikerült neki. Rávezeti a védelembe és nagyon jó ütemben teszi ki Protics élesen középre és megpattan. Elsőre véd Pogačić, másodszorra már nem tudja hárítani a lövést egész közelről. Pedig az bravúr volt a javából, ahogy ezt megfogta. Melnyik bedobás a Tischler fejjel tovább, Cukalász nem fér hozzá. Melnyik megint, kiválóan játszik a jobbek, Melnyik dobja ki Sasának. Élesen középre Tischler, ott a mester hármas. Tischler Patrik beáll csereként és három gólt szerez. Elképesztő. Melnyik teszi ki jobbra Sasának, jön a beadás és Tischler egészen közelről megint. Hát ez neki gyakorlatilag alap, hogy onnan befejeli. 5-6 méterről.